Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Több évre rács mögé kerül a csaló, 274 embert vert át egy nő interneten. Készülnek a tervek, megújul Pakson a Dunaparti sétány. Megy a vonat, múzeumtól múzeumig vitte az utasokat Pakson. Szüret Szakályban, a hagyomány tovább él a nehézségek ellenére is. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 274 embert vert át egy 30 éves nő. 2016 áprilisa és augusztusa között különféle internetes oldalakon különböző árucikkeket hirdetett eladásra, amikkel soha nem rendelkezett. A nő az álhirdetésekre jelentkező emberekkel mindig előre utaltatta át a meghirdetett termékek pár ezer forinttól pár tízezer forintig terjedő vételárát. Néhány hónap alatt 2 millió forintot vett így át, úgy bukott le, hogy a pénzt a szülei nevén lévő bankszámlára kérte. A szexárdi járásbíróság most egy év 6 hónap fogházra ítélte, amihez hozzáadódnak a korábban kiszabott büntetései, így 4 év 9 hónapra küldik rács mögé. Különböző kereskedelmi portálokon hirdette meg nem létező portékáit egy 30 éves nő. Ruhákat, gyerekjátékokat, bútorokat, műszaki cikkeket kínált eladásra. A nő az álhirdetésekre jelentkező emberekkel mindig előre utaltatta át a meghirdetett termékek pár ezer forinttól pár tízezer forintig terjedő vételárat. Néhány hónap alatt 2 millió forintot vett így át. A nő a meghirdetett és a sértettek által előzetesen kifizetett termékeket sosem küldte el a vevők részére, mivel nem is rendelkezett a hirdetésben szereplő holmikkal. Miután a sértettek nem kapták meg a megrendelt dolgokat, a vádlott elérhetetlenné vált. Úgy bukott le a nő, hogy bár arra kínosan odafigyelt, hogy álnéven regisztráljon be a hirdetési portálokon, és kapcsolattartási e-mail címként mindig más levelezési címeket adott meg, a pénzt a szülei nevén levő bankszámlára kérte. Ítéletet hirdetett a szexuális járásbíróság az internetes csaló vádlott ügyében. Az ítéletben bűnösnek mondta ki a vádlottat a bíróság 274 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó üzletszerűen elkövetett csalás vétségében. Ezért a bíróság a vádlottat egy év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is, továbbá kiszabott vele szemben még 100 ezer forint nagyságú pénzbüntetést is. Emellett azonban a bíróság elrendelte a vádlottal szemben korábban kiszabott két szabad felfüggesztett szabadságvesztést is. Mivel a nő a csalás sorozatot a felfüggesztett büntetések próbaideje alatt követte el, így 4 év 9 hónapra küldhetik rács mögé. Ha pedig nem fizetik ki a 100 ezer forintos pénzbüntetését, azt átváltoztatják további 50 nap fogházra. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség tudomásul vette ugyan, azonban a vádlott és a védő fellebbezést nyújtott be enyhítésért. A mobilitás hét keretében rendezte meg Szexárd város az autómentes napot, melyre a város általános iskolásait és szüleiket várták. Az idén, mint 4 esztendeje, mindig a gyakorlóiskola mozgósított legjobban az elsősök és az ötödikesek között. Ők szervezték meg leginkább az indulást. Ács Rezső polgármester nekik adta át a győzelemért járó serleget, melyet a felsős osztály sorrendben harmadszor így véglegesen elnyert. A város polgármestere azt mondta, az egészséges életmód tanításához és gyakorlásához a város a kerékpárút mielőbbi megépítésével adja meg a szükséges kereteket. 2016. szeptemberében kötött konzorciumi megállapodást a Szentendrei Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár 3 milliárd forintos uniós támogatásból hozták létre a cselekvő közösségek programot annak érdekében, hogy az országban működő civil szervezetek, kulturális közösségek és önkormányzatok jó kapcsolatot ápoljanak. A résztvevő közösségek országos tanácskozása ezúttal Szexárdon kapott helyet, ahol a könyvtár, a múzeum és a kulturális központ bemutatkozása mellett megmutatkoznak a megye jó gyakorlattal bíró civil szervezetei is.
Vannak olyan megyei jó gyakorlatok, amelyek országos hírnévre tettek szert, mint például Medina a Sióparti falu értéktárbizottságának munkája és sikerei, amit a Zenemi Művelődési Intézet országos konferenciáján is bemutattak. Pakson sajtótájékoztatón mutatták be a Dunaparti sétány látványterveit, mint egy 1 milliárd forint önkormányzati és pályázati pénzből újulhat meg az Anna utcai lejárótól a Szent István téri feljáróig a Paksi Dunapart. Vissza kell adni a Dunapartot a lakosságnak, ezzel 20-25 éves adósságot törleszt a Paksi város vezetés, mondta azon a sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester, melyet Pakson a Dunaparti sétányon tartottak a vázlatterv készítőivel. A Paksi Dunapart rekonstrukciójának készülőben lévő terveit be is mutatták a sajtóképviselőinek. Az új épület kialakításakor természetesen vissza tudjuk állítani a régi térszintet, és egy egybefüggő, lényegesen hosszabb Dunapartunk lesz. Az új épület előtt egy nagy, kiterjedésű, jelentős méretű, kvázi városi térrel, egy olyan promenáddal, ami, hogyha ez megtelik élettel, akkor reményeink szerint egy kellemes városi helyszín lesz. A régi épületek mind lebontásra kerülnek. A megújulás központi része lesz egy új épület együttes, melyben az alsó szinten a csónakház kap helyet nagyméretű vizes blokkal, de terveznek kávézót, városi rendezvénytermet és nagy teraszt is. Több lakossági fórumon is szóba került már, és én szeretném azt, hogy a lakosság igényeinek megfelelően ez a Dunapart úgy nézzen ki, ahogy egy 20 ezeres lakosú városnak ennek meg kell felelnie. A tervezők reményei szerint sikerül visszaállítani azt a régi 1900-as évek eleji Dunaparti térszerkezetet, melyek régi fotókon köszönnek vissza. Az Anna utcai lejárótól a Szent István térig mintegy 1 milliárd forint önkormányzati és pályázati pénzből újulhat meg a Dunaparti sétány. A tervek 2019 tavaszára készülnek el, és nyár végén kezdődhetnek a kiviteli munkálatok. A Vosinszky-Mór megyei múzeum a kezdetektől csatlakozott az országosan is meghirdetett múzeumok őszi fesztiválja programsorozathoz, amit 15 évvel ezelőtt a Szentendrei Szabadtéri Múzeum kezdeményezett. Ma már országosan több mint 1600 múzeum csatlakozott a programsorozathoz. A megyei múzeum élen jár a múzeum pedagógiai foglalkozásaival és újításaival, aminek köszönhetően az intézmény ma már nem kizárólag leletek és történelmi korok bemutatásának háza, hanem egy színes és látogatott közösségi tér is. Mi kezdettől fogva, tehát 14. éve egészen pontosan, hogy meghirdetésre került ez a sorozat, úgyhogy kezdetektől fogva ehhez mi csatlakoztunk. Annyi változás van évek során, hogy a központi tematika az azért időnként változik. Azonban vannak olyan, ha úgy tetszik, közkedvelt témák, mint például zseblámpás kalantúra pincétől a padlásig, ami évek óta minden programban vagy minden tematikában szerepel. Nagy sikerre rendezték Pakson a Múzeumtól Múzeumig programot, melynek a Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum összefogásának köszönhetően színes palettáról válogathattak a foglalkozások közül a családok. A rendezvény különlegessége a vonattal közlekedés volt a két múzeum között. A két múzeum újra összefogott és közös témaválasztás kapcsán hangolták össze programkínálatukat, amely idén a tudományok volt. A Paksi Városi Múzeumban játékos formában próbálhatták ki a múzeumhoz köthető tudományokat. A gyermekek régészkedhettek, tárgyakat ismerhettek fel, elefántot készíthettek a mamutok nyomán, megismerkedhettek a leltár készítéssel, továbbá kísérleteket mutattak be a múzeum pedagógusok. Például vulkánkitörés, meg még ilyen üvegben szívószál, és ahogy így kilő, ami benne van, akkor buborékok mennek a szívószálon keresztül az üvegbe. Ez a nap nyitotta meg azt az egy hónapos programsorozatot, amit a múzeumok őszi fesztiválja keretében kínálnak majd az intézmények. A múzeum igazgatója is kiemelte, szükség van a hasonló programok megszervezésére.
A mai világban már egyszerűen szükség van arra, hogy a meglévő kiállításunkat azt valamilyen más egyéb kestcsináló dologgal népszerűsítsük, mert különben nehezen mozdulnak az emberek manapság. A délután folyamán vonattal mehettek át a családok az Atomenergetikai Múzeumba, ahol többek között kézműves foglalkozások, terepasztal és versenyautópálya várta a gyermekeket. Gokárt volt a legjobb, meg voltunk azon a fizikai kísérleten ott a másik mozdonyban. Nagyon jó ez az egész program. A múzeum vezetője büszkén mesélte, hogy az idei évben az eddiginél is szélesebb programválasztékkal várták a látogatókat. Mi pedig a természettudományokkal kapcsolatos programot gondoltuk tovább azzal, hogy három vasúti kocsiban még 6 különböző helyszínen érdekes fizikai kísérlet, illetve a tudományokkal kapcsolatos témákat mutatunk be. A fizikai kísérletek idén is lenyűgözték a kicsiket nagyokat egyaránt, amely a vasúti kocsikban megrendezve igazán különleges élmény volt. Egy óra belőlünk címmel rendeznek minden évben bemutatót a Garai Gimnáziumban azok a diákok, akik a művészet valamely területén kiemelkedő tudással bírnak. Az est célja, hogy a megmutatkozáson túl a tanulóik társaikat is biztassák képességeik fejlesztésére. Nem volt véletlen a dátumválasztás, hogy a Zene Világnapján mutatkoztak be a tehetségekkel megáldott garais diákok. A bemutatkozók jelentős része évek óta a zeneiskola hallgatója is, és kemény munkával érték el azt a minőséget, mellyel elkápráztatták a nagy érdeműt. A diákok azt mondják, egy ilyen bemutató egyrészt megváltoztatja az előadó megítélését, de figyelemfelhívó is a többieknek arra, hogy saját tehetségüket is kibontakoztathassák. Azt, hogy megmutathatjuk, az minden jobb érzés, mert sok gyakorlás után mindenki csak azt látja, hogy hú, de jó neked, hogy tudsz zongorázni, de azt senki nem látja, hogy mennyit gyakorlunk. Elég nehéz rávenni őket, hogy egyáltalán eljöjjenek, pedig szerintem, hogyha egyszer eljönnének és rendesen végighallgatnák, akkor nagyon megszeretnék, mert én is például nagyon-nagyon szeretem, de emellett még sok minden mást, és ugye másfajta zenéket, meg más stílusokat is, de ezek is nagyon jó hatással vannak szerintem mindenkire. A bemutatót hosszú évek óta szervezi a Garai Gimnázium. A tanári vélemények szerint csakban befolyásolja a gyerekektől kialakított képet egy-egy ilyen sikeres fellépés. A gyerekeknek fontos, hogy azokat a dolgaikat is elismerjék, ami nem az iskolához kötődik. Ez lehet sport, és egészen más is. És jól esik a diákoknak, hogyha azt valaki észreveszi, sőt azt is, hogyha esetleg ennek valamilyen irott formájában ezt valaki meg is jegyzi nekik. A hagyományoknak megfelelően lovas kocsikkal vonultak fel a szüret megünneplésére Szakályban, bár ma már a lótartás visszaszorulásával kevesebb fogat vesz részt az ünnepen, a helyiek nagyon készülnek minden évben az eseményre, melyet a település egyik legnagyobb rendezvényeként tartanak számon. Szakályban az a hagyomány, hogy lovaskocsik vonulnak fel a szület idején. Évek óta a lótartás visszaszorulásával egyre nehezebb a díszes menetet összeállítani, de a helyiek ragaszkodnak a szokásokhoz. A legidősebb vonuló Simon Ferencné még emlékezett arra, amikor hosszú sorban követték egymást a fogatok. Régen mindenki a saját, minden legénynek volt egy pár lova. Az egész faluban, most még talán 3 van az egészben. És én akkor is mentem már. Legalább 30 év óta. Igaz, a menet rövidebb, de a környékben élők számára a szakályi szület kiemelkedő rendezvény. Szerencsére itt Szakály vagy a nagy hagyományom, nagyon várják már a rendezvényt, ez a falu legnagyobb ünnepe. Tényleg az egész falu készül rá, rendbe rakják a portáikat, így kidíszítik a kis kapuikat az emberek, szóval úgy tényleg nagyon-nagy ünnep nálunk. Követségbe jöttünk, emetisztes házhoz, e ház gazdájának, kedves családjához. Hogy miféle célból jöttünk mi hozzátok? E pár szóból álló versem hallgassátok! A bíró-bíróné választása mindig izgalomban tartja a helyieket. A kiválasztott családja napokig készül a látogatók megvendégelésére. A bíróné dolga, hogy szépen fölöltözzön, itt fogadja a vendégeket, a nézelődőket, táncoljon. Idén egy 60 éves öreg traktor mellett 16 fogatot díszítettek föl a szakályi szület tiszteletére.
A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Stabilabb hitelek, október 1-től lépett életbe az adósságfék. Érző reagáló bábukon gyakorolnak a medikusok, 800 millióból fejlesztenek a pécsi orvoskaron. Október 1-e az idősek világnapja, Baranyában több helyszínen is ünnepeltek. Október 1-től lépett életbe az adósságfék szabály módosítása. Ennek értelmében jövedelem arányosan állapítják meg a törlesztő részleteket, attól is függően, hogy mekkora fix kamatperiódust vállal az ügyfél. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője szerint a cél, hogy a hitelt felvevők kamatkockázata csökkenjen, vagy meg is szűnjön teljesen. Egy évvel ezelőtt azt látjuk, hogy körülbelül 50% még csak a fix kamatozású lakáshitelek aránya, és ez mostanra egy év alatt 87%-ra nőtt, hónapról hónapra javul az arány. Egyre többen választják a fix kamatozású lakáshiteleket, mondja Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, az adósságfék szabály módosítása kapcsán kiemelte, az ügyfél jövedelméhez képest annál nagyobb arányban vállalhat havi törlesztést a lakáshitelénél, minél hosszabb fix kamatperiódust vállal. Azok az ügyfelek, akik 5 évnél rövidebb időre fixálják be a kamatukat, vagy változó kamatozást választanak, ők a jövedelmük negyedéig adósodhatnak el, tehát ha valakinek 400 000 forint a nettó igazolt havi jövedelme, akkor 100 000 forintos havi törlesztést vállalhat. A részlet hosszabb idejű fix törlesztésnél nagyobb is lehet. Azok az ügyfelek, akik 5 és 10 év között fixálják be a kamataikat, ők a jövedelmük 35%-áig adósodhatnak el havonta, és azok az ügyfelek, akik pedig a legbiztonságosabb, hosszú, legalább 10 éves kamatfixálást választják, tehát legalább ennyi időre fixálják a kamatukat, nekik akár a jövedelmük fele, 50%-a is lehet a törlesztő részlet. Az adósságfék szabályok szigorodása stabil, kiszámíthatóbb, fix kamatozású hitelek felé terelik az ügyfeleket, mondta a jegybank felügyeleti szóvivője. A cél az, hogy az ügyfelek kamatkockázata csökkenjen, megszűnjön. Gyakorlatilag ezek a lakáshitelek, a fix kamatozású lakáshitelek a jövőt biztosítják be az ügyfeleknek, hiszen az az ügyfél, aki 10 évre, vagy akár a futamidő végéig befixálja a törlesztő részleteit, nyugodtan alhat, még akkor is, hogyha 10-15 év múlva megindulnak a kamatok fölfelé, ezt most senki sem látja előre. Az adósságfék október 1-i módosítása tovább támogatja a biztonságos, növekvő lakáshitelek piacát, véli Binder István. Semmilyen olyan hatás nem várható, ami fékezné a lakáshitelek mostani kedvező bővülését, ugyanakkor biztonságos keretek közé tereli ezt a növekedést. Ebben a pillanatban átlagosan a új lakáshitel felvevők, vagy hosszú távú hitelt fölvevőknek a jövedelmük körülbelül 27%-áig terjed a törlesztő részlet, tehát eddig adósodnak el, 100 forintnyi jövedelemből 27 forintot fordítanak törlesztésre. Láthatjuk a mostani adósságfék szabályváltozásból, hogy ez a legszigorúbb, legalacsonyabb küszöbnek felel meg a mostani új szabályozásba. Az adósságfék rendelkezéseket 2015-ben vezették be. Elsődleges cél az volt, hogy a hitelfelvétel során az ügyfelek ne vállaljanak magukra túlzott hitelterheket, és visszafogja a túlzott eladósodottságot. Beszélő lélegző szimulációs bábuk, amik reagálnak minden beavatkozásra, legyen az egy injekció, egy eszköz alkalmazása, vagy éppen szívmasszázs alkalmazása, ilyen intelligens szimulációs eszközökkel szerelik fel azokat az úgynevezett skill laborokat, ahol az orvostan hallgatók gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat, akár egy szülés levezetését is megtehetik, mindezt úgy, hogy nem árthatnak gyakorlás közben élő embereknek. A gyakorlati képzés fejlesztésére 800 millió forint jut Pécsnek, de fejlesztenek még Debrecenben és Szegeden is. Egy szimulációs bábú fekszik az egyik kiállítócég pultján a Szentágotai Kutatóközpontban. Ő Bob, aki az orvostan hallgatók egészségügyi szakemberek oktatásában lehet nagy segítség. Bobot lehet ultrahangozni, vannak belső szervei, hasi ultrahangra alkalmas, abszolút élethűen mutatja a beleknek is a gázosságát, ami ugye műterméket okoz, illetve a szívét is lehet ultrahangozni.
A szülés levezetését lehet gyakorolni ezzel a másik élethű, beszélő, lélegző bábúval. Ez egy normál szülés volt, de különböző komplikációkat is tudunk szimulálni. Például farfekvéses szülés, köldökzsinór nyakra tekeredése. Igen. És ikerszülés? Ikerszülés, azt nem. Egy baba van, úgyhogy azt nem. És ugye cselszermetszést azt szoktak, tehát van egy olyan has, amin lehet cselszermetszést is végezni, ez most épp nem az, de azt is lehet szimulálni. Többek között ilyen eszközök kerülnek be azokba a skill laborokba, amiket az ország 3 egyetemén és 16 megyei szintű oktatókórházában alakítanak majd ki. Az állami egészségügyi ellátóközpont 8 milliárd forintot fordít a magyar orvosképzés és egészségügyi szakképzés gyakorlati részének fejlesztésére, a skill laborok infrastruktúrális feltételeinek megteremtésére és a klinikai, technikai jártasságot elősegítő eszközparkok kialakítására. Debrecen, Szeged és Pécs orvosegyetemein alakítanak ki skill laborokat. Jelentette be az államtitkár a pécsi Szentágutai Kutatóközpontban kedden. Pécsnek közel 1 milliárd jut a fejlesztésre. Ez 800 millió lesz ebben az esetben, és főleg eszközös beszerzéseket jelent, de természetesen ennek megvannak az infrastruktúrális feltételei is, amelyeket egyéb forrásokból biztosítunk. Az orvosi karon még 2016-ban alakította ki egy skill labort, ezt bővítik tovább, valamint az egészségtudományi karon is nagyobb labort alakítanak ki. A hazai orvosképzés segítő diagnosztikus és terápiás beavatkozások élethű modelleken történő oktatásáról konferenciát is rendeztek kedden az egyetem kutatóközpontjában. Világszerte október 1-én ünneplik az idősek napját, ilyenkor a tisztelet és a megbecsülés kimutatása a legfőbb cél. Ennek alkalmából Baranya több településén is készültek programokkal a szépkorúak számára. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály készült egy rövid bemutatóval vagy előadással, amit az idősek szívesen fogadtak. Október 1-e az idősek világnapja, ezt Alsó-Mocsoládon is megünnepelték. A településen azonban nem csak egy napra, hanem egy egész hónapra szerveznek programokat. A nyitó rendezvényen elhangzott, az év minden napján fontos, hogy tisztelettel forduljunk elődeink felé. Az idősek, ők egy különleges helyet foglalnak el a szívünkbe, hiszen ők már nagyon sok mindent megtettek értünk. Rajtuk múlt az, hogy Alsó-Mocsolád a mai arculatát bíró, élő és élhető településé vált. Az eseményre a mágocsi óvodások készültek egy műsorral, de komoly zenét is hallgathattak az idősek. Az őszi fény idősek otthonának vezetője elmondta, mivel 44 fővel működik az intézmény, szerte ágazó igényeknek kell megfelelni. Amikor a programot összeállítjuk, akkor van kívánság műsor is, tehát megkérdezzük, hogy ők mit szeretnének, mi az, amit még pluszba beletegyünk. Így jött például Atalába szeretnének elmenni egy jó halászlevet enni, tehát például oda is elmegyünk, a cukrászda látogatás is így alakul, tehát amit ők kérnek, azt mi igyekszünk a programba beletenni. Ezen kívül kirándulásokat és különböző kültéri programokat szerveznek az egy hónap során a bentlakóknak. Ez pedig már Magyarboly, ahol szintén az idősek világnapját ünnepelték a művelődési házban. A helyi óvodások egy kedves előadással készültek, de verseket is hallhattak a résztvevők, melyek az idősek iránti tiszteletre hívják fel a figyelmet. A rendezvényre pedig nem csak Magyarbolyból érkeztek a vendégek. Ilocskán pedig a Magyarboly és az Ilocskai Önkormányzat közös tulajdonában lévő szociális otthonnak a szintén mozgásképes érdeklődő lakói a résztvevők, vagy a vendégek a Magyarboly időseken kívül. Az egyik legkedvesebb műsorszám egy operett előadás volt. A fellépők több résztvevő szívébe is belopták magukat. Ezt nagyon szeretjük. Tavaly is itt voltunk az öregek napján, és akkor is volt egy ilyen fiatal ember az operettből. Hát ez nekünk a jó lelkünknek. Az idősek napi rendezvények célja, hogy a szervezők megmutassák, mennyire fontosak a települések számára a szépkorúak. A bemutatók és előadások pedig jókedvre derítették a közönséget. Híradónk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabbakat. Több évre rács mögé kerül a csaló, 274 embert vert át egy nő interneten. Készülnek a tervek, megújul Pakson a Dunaparti sétány. Megy a vonat, múzeumtól múzeumig vitte az utasokat Pakson. Szüret Szakályban, a hagyomány tovább él a nehézségek ellenére is.
Csütörtökön napos, de még hűvös idő lesz, többnyire magas szintű felhőzet szűri ki a napsütést, gyengül a légmozgás, éjszaka derült, szélcsendes, hűvös időre készülhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Hogyha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!